A március 15-én életbe lépő új, az ígéretek szerint szigorú Balaton törvény is napirenden volt a Balatonfejlesztési Tanácsülésén, ahol meglehetősen sok kérdés vetődött fel a jogszabály alkalmazásával, hatáskörével kapcsolatban. Kritikaként hangzott el, hogy miközben elvben szigorít a törvény a partmenti építkezésekkel kapcsolatban, egy másik rendelkezés szerint a 300 négyzetméter alatti ingatlanokra építési engedélyt sem kell kérni, márpedig egy ilyen épület is jelentősen befolyásolja egy-egy utca képét, a település arculatát. Milyen hatásköre, lehetősége van egy polgármesternek ebben az esetben, tette fel a kérdést dr. Bóka István, a BFT elnöke, Balatonfüred polgármestere a szaktárca képviselőjének. Ugyancsak szóba került, hogy miközben kijön az új Balatontörvény, Keszthelyen a Libástrand melletti területen több épületből álló lakóparkot terveznek, közvetlenül a vízparton egy toronyház is szerepel a terveken. Több tanácsta kifogásolta, hogy Zamárdiban is hatalmas komplexum épül, apartmanokkal, szállodával, karibi hangulatú élményelemekkel. Ehhez ráadásul jelentős állami támogatást is kapott a beruházó. A szaktárca képviselője elmondta, hogy a törvényhez már most sok módosító javaslat érkezett, ezeket folyamatosan vizsgálják, valamint a szigorítás része lenne, hogy létrehozzák a balatoni főépítész hivatalát. Az ő feladata lenne, hogy előzetesen véleményezze apartmenti építkezéseket. A balatoni fejlesztéseket tartalmazó 1861-es kormányrendelettel kapcsolatban Molnár Gábor, a Balatoni Integrációs Kft. Ügyvezetője elmondta, hogy a benyújtott 2145 fejlesztési projekt forrásigénye összesen 461 milliárd forint. Ebből 344 milliárd forintot oda is ítéltek, 288 milliárdot pedig már ki is fizettek a beruházóknak. Ezzel a Balaton és térsége országos viszonylatban is az első forrás kihelyezés tekintetében. Bóka István elnök ezzel kapcsolatosan elmondta, a számok alátámasztják, hogy a kormány kiemelten kezeli a Balaton ügyét. Volencsik Zsolt, a Dunántúli Vízmű vezérigazgatója beszámolt arról, hogy történelmi fordulóponthoz érkezett a vízszolgáltatás helyzete. Ha nem lesz sürgősen jelentős beavatkozás, veszélybe kerülhet a régió ivóvízzel történő ellátása. Az ivóvíz hálózat jelentős része még a 70-es években épült ki, ezekkel a vezetékekkel szolgálják ki az egyre fejlődő és megnövekedett igényű térséget. A vezetékek átlag életkora 38 év, ami körülbelül olyan, mintha a 70-es évek szintjén lévő M7-es autópályán próbálnánk lehozni a mostani tömegeket a tóhoz, hozta fel a példát a vezérigazgató. Lesznek fejlesztések, de az erre rendelkezésre álló 1,5 milliárd forint csak a sürgős beavatkozásra lesz elegendő, hiszen csak Balatonfüreden 5 milliárdot kellene költeni a vízvezetékek cseréjére. Pályázati támogatásból ugyanakkor megújulhat 5 ütemben a nyugati medencét ellátó Tapolca-Balaton-Ederics vezetékszakasz, valamint költenek a nyirádi karsztvízbázisra is. A minisztérium képviselője ígéretet tett arra, hogy még idén rendkívüli támogatást kap a DRV-ZRT korszerűsítésekre, de országos szinten is hasonló probléma van a vízhálózattal, így kormányszintű döntés várható egy rekonstrukciós program elindításáról. A Balatonfejlesztési Tanácsülésén tervben volt még, hogy a tagok megismerik a 2021-2027-es időszakra vonatkozó uniós költségvetés Balatont érintő prioritásait, azonban ezt az előadó távolléte miatt le kellett venni a napirendről. Egy későbbi ülésen azonban szó lesz az uniós költségvetés tervezetéről.